Egy olyan verseny, ahol a 10-11 éves már idősnek számít. Egy olyan verseny, amely az abszolút kezdőket szólítja meg. Egy olyan verseny ez a bátaszéki, ahol a formagyakorlatok, az úgynevezett katázás, mivel gyerekekről van szó, kiemelt szereppel bír. Egy olyan verseny, ahol igyekeznek az edzők a kisebb-nagyobb karatékákba beleplántálni, ha nem kapsz érmet, vagy esetleg oklevelet, nem jött el számodra a világ vége. Ugye ez a 14. bátaszéki őszi bajnokságunk, amit annak idején 13 évvel ezelőtt indítottunk azzal a céllal, hogy a kezdőknek, vagy a bátaszéki kezdőknek, a bátaszéki utánpótlás tömegeknek valamiféle olyan versenyzési lehetőséget találjon ki, ahol a körülmények bár profik, mert ugye látjátok itt a háttérben, hogy ugyanazokat a technikai eszközöket vonultatjuk fel, mint a többi nagy versenyünkön, de mégis egy homogén kezdő környezetben tudnak fölkészülni a későbbi versenyzésre. Bátaszék után a tolnai Faddi régió is élt a lehetőséggel. Bali Ervin edző el is hozta szinte valamennyi újonc, illetve kezdő és már teljesítő képes tanítványát is. Egész jól állunk az utánpótlás vonalon, hiszen az utánpótlás gyerekek, mint ahogy a helyszínen is látszik, elég sok gyerekre el tudtam jönni, összesen 20 gyereket neveztem a mai versenyre. Nem panaszkodom, lehetne nyilván jobb is, szeretném is, hogy egy picit magasabbra fel tudnám emelni a létszámomat, hiszen a 2019-es évben új tervén vannak, és egyfajta imidzsváltás történik a klubon belül, és szeretnék felállítani egy A és egy B versenyzői keretet. Minden bizonnyal az A kategóriába fog tartozni Szarka Bence, már ami a forma gyakorlatokat és a küzdelmet egyaránt illeti. A bátaszéki versenyen ott jártunk, ahol még nem kezdődött el a küzdelem, amit nagyon várt Bence, és meg akarta nyerni, ám a katában már egy első helyet begyűjtött a Tolna 6 közös klub új reménysége. Nagyon jó érzés, hogy első hely lettem, nyilvánvaló. Nem voltunk olyan nagyon sokan, egy kata kellett csak. Aha. Nem volt olyan szoros a verseny, de végül is fejlődtél. Mennyiben erősebb vagy, tehát anyag erősebb a gyakorlatod? Igen. Igen. És a kivitelezés, ez tulajdonképpen visszanézett tükörből is. Mit mond Bali Ervin, amikor a katát bemutatod edzésen? Hát meg van velem elégedve, nagy átlagba, és szerintem én úgy érzem, hogy én is sokat fejlődtem. A házigazda immáron Szekszárdot is a vonzás körzetének tekintő bátaszéki klub abszolút a kezdő köbségekre koncentrált. Nem is indultak a régiós és országos viszonylatban amúgy meghatározó klub képzettebb, fiatalabb versenyzői. Az ovisokkal kezdődik a küzdelem, a legfiatalabbak egyébként 2015-ös születésűek, tehát nem is gondolom, hogy ők majd emlékezni fognak arra az élményre, amikor ők először versenyeznek, hanem szinte ebben szocializálódnak, és a legidősebb gyerekek a 2003-2004-es születésűek, tehát ez kimondottan az óvodásoknak és az általános iskolás korosztályoknak tartogatjuk ezt a programot. Nagy Ákos Amondó hiánypótulnak azért ne nevezzük ezt a bátaszéki viadalt, ám mégis valami pluszt igyekszik nyújtani bensőséges hangulatával, díjazásával, a gyerekekre való fókuszálásával ez a rendezvény. Rengeteg kezdőverseny van az országban, de a kezdőket sokkal nehezebb megmozdítani, tehát sokkal nehezebb egy kezdő karatékának, illetve a szüleinek azt elmondani, hogy most akkor üljünk be az autóba, és menjünk el Budapestre, vagy esetleg az ország más pontjába versenyezni. Először itt helyileg kipróbáljuk idézőjelesen ezeket a gyerekeket, hogy lelkileg mit bírnak, megpróbálunk mindent megadni annak érdekében, hogy sikerélménnyel tudják zárni ezt a versenyt, és akkor később talán a szülőt is és a gyermeket is könnyebben rá tudjuk beszélni majd egy távolabbi kezdőversenyre. Ami a bátaszéki ESE karate szakosztályának idei még hátralévő programját illeti, vissza van a szokásos évvégi Európa-bajnokság, amelyre hosszú idő óta minden évben népesebb csapat utazott ki, s a nagyszerű eredmények sem maradtak el. Nos, a közelgő november végi dublini EB-t sem rendezik meg bátaszéki karatékák nélkül. Ám ezúttal, mivel erről többször szóltunk, a generációváltás időszakát éli a szakosztály, jóval kisebb küldöttséggel, csak 5-6 versenyzővel utaznak ki az ír fővárosba.